Az Országos Alapellátási Intézet immáron negyedszer írja ki az év Praxisa a Kárpát-medencében pályázatát, hogy növelje a hazai, illetve a határon túli házi orvosok és nővérek presztízsét. A tavalyi évhez hasonlóan idén is a nemzethez tartozásra teszik a hangsúlyt, így a felvidéki, az ukrajnai, az erdélyi és a vajdasági magyar orvosok is bekerülhetnek a díjazottak közé. A díjat 10 hazai és 10 határon túli házi orvos nyerheti el munkatársaival, a nővérekkel együtt. A javaslatokat a páciensek mellett az önkormányzatok, tiszti orvosi szolgálatok, civil szervezetek, kórházi osztályok, szakorvosok is benyújthatják. Írhatnak az orvos és a nővér szaktudásáról, az empátiáról, a jó orvos-beteg kapcsolatról, a bizalomról, egy-egy küzdelmes gyógyulásról és persze az életmentésről, illetve mindarról, ami önöknek a legfontosabb. A 15-20 mondatos történeteket a www.azévpraxisa.hu ajánló oldalán küldhetik be 2014. március 10-éig. A sztorik értékelése után a zsűri az általa legjobbnak ítélt 10-10 történetet javasolja a második körbe. A toplistás történeteket az internetes portálon olvashatják el, és önök választhatják ki a legjobbakat közülük.